Na kérem szépen, köszöntjük a nézőinket. Itt vagyunk Egertől nem messze, és egy régi TS, mi volt ez Attila? TS, igen, jó, teljesen jól emlékeztem rá, egy TS épületet fogunk megnézni. Hát nagyon ramagy állapotban van. Amikor kaptunk erről fotót egy, hát jó pár hónappal ezelőtt, de lehet még talán évvel is, akkor még én úgy emlékszek, több épület volt itt. Már most azért az épületek száma erőteljesen csökkent. És hát így néz ez ki, kérem. Valami étkező leszett, nem? Igen, ahhoz hasonlít, főleg itt a csempés fál. Nem egy nagyon látványos dolog ez sajnos, de megnézzük azért. Nem messze vannak itt a szőlős birtokok, és éppen szüret szezon van. Láttuk is az előbb a traktort elmenni a pótkocsival, amiben a szőlőt rakják. Hát csak nem fogunk kapni érte, hogy itt vagyunk, úgyhogy eljöttünk és ezt megnézzük. Nem menjünk itt befele. Attila teljesen más utakon jár. Valószínűleg egy fürdő, WC, ez valami ismeretlen, talán iroda helység lehetett. Itt pedig lefele a fiúk. Ez az a... Most kijöttünk arra az útra, honnan bementünk. Igen. Hát akár megállhattunk volna itt is, csak akkor a traktor nem fért volna el tőlünk. Bár itt van egy félreállója. Hát igen. Pince? Semmi? Merre van amúgy? Ja ez az. Hát benézek én is, hogy legyen róla fogalmunk. De azt mondják a fiúk, nem egy nagy történet, hát valóban nem nagy. Ez ennyi. Ez nem is egy igazi pince, inkább egy raktárhelyiségszerű, tehát én boros pinceszerű dologra gondoltam, de nem ez. És így néz ez ki. Így néz ez ki. Szembesít a nap, nagyszerű, semmit nem látni. Így néz ez ki. Itt már ugye szeméttárolásra használják. Szerintem mehetünk vissza befele az udvarba, mert ez a rész annyira nem izgalmas. Talált valami nagy gödröt, egy alagutat. Hogy lehet oda lemenni? Laci alagutat talál. Van befele egy valami. Arra. Aha, láttam. Szerintem itt a lépcső, Attila. Hát igen. Na hát. Megnézzük. László már bent van a dzsindzsába. Ez egy borros pince lehetett itt, nem? Nem látom a végét, nem tudom, hogy merre megy, a sötét van benne. Lehet, hogy az volt. Akkor nézzük meg. Itt mentek le. Hú, micsoda. Aha, itt a lépcső, igen. Micsoda öreg csóka vagyok már, hogy ilyenek nem tetszenek. Na nézzétek, itt van. Adjunk egy kis fényt. Na látjátok, és ezt majdnem kihagytuk. Én találtam. Laci volt. Aha. Ha nem is borde. Vigyázzatok, mert vannak a földön. Ez teljesen. Hát pont becsöpöket fentről, aztán... De nem ér, ez van, úgyhogy vigyázni. Na hát, erre nem számítottunk. És nézzétek, hát itt ez tulajdonképpen csak ennyi. Ez ennyit, ugye? Hát ki tudja. Nézzük meg. Valószínűleg itt lehettek a... Jó állapotban, hogyha megnéztem, mert aztán fölötte van az épület. Igen. Bár ott még jobbra, mintha valami lenne. Igen. Remélem, hogy... Á, nem. Nem megy jobbra semmi, az fal. Úgyhogy én azt mondom, hogy... Ott is fal. Fal. Vagy az épület, vagyis meg ez a pince. Szerintem azért annyira. Folytatódott volna, vagy folytatódni akart volna. De mégsem. A világismányi, ez úgy van el. Anya, hogy denevér itt köröz. Volt a hátamra, világis. Várjál? Így. Ott kereszt felettetek egy denevér, egyébként fölöttünk van vagy 20, csak szólok. Na hát valószínűleg a hordókat tárolták itt, és hogy Attila mondta, itt tőlem jobbra az erjesztő edényeknek van a helye. Tehát ide pakolták bele a szőlőt, mustot, stb. Látszik, hogy régen nincs használatban, bár annyira én szerintem nincs rossz állapotban, mint gondoltuk. És szerintem láttam itt az udvaron egy kéményt. Hát nem szerintem, hanem valóban láttam itt egy kéményt. Talán akár ez is lehetne az, de nem ez az. Aha, igen. Itt már ez le van olva. Nem is fogok bemenni. Jön be a fény, látjátok? Úgyhogy... Hát ilyeneket találni, gyerekek, az erdőbe. És itt volt ennek az egész pincének a lejárata. Tehát ahol lementünk, az ugye a gyalogos volt a lépcsős, itt pedig hát régen teherautókkal, lovaskocsikkal tudtak ugye ide behajtani, illetve lehajtani. Mára már megette a gaz. Rengeteg út van itt jobbra-balra, mert gondolom, hogy telkekhez vagy szőlőbirtokokhoz vezethet ez. Valaki esetleg tud erről némi információt, mikor zárt be, esetleg mi volt a neve, az megírhatná nekünk. Még egyszer mondom, Eger mellett vagyunk, tehát itt Bogácsi és Eger közötti út, egri oldala. És hatalmas nagy lyukak vannak itt a földben, valószínűleg már a beszakadt pincének egy darabja. Itt szembe pedig hát ismételten egy épület, tulajdonképpen ez egy ilyen U alakú épület volt, és ugye mi ezen a részén mentünk ki, és a területre pedig innen jöttünk be. Ezek már hasonló csontváz épületek, annyi, hogy ez talán kicsit úgy kinézetben régebbi korokat tükrözi ránézésre, mint a másik oldali, valószínűleg itt azt építhették hozzá. Nézzétek, Én szerintem ez az, ahol én mondtam, hogy be van szakadva. Ott is van még. Úgy látom pince, csak az a baj, ha erre én most itt rámegyek. Nézzétek! Azok is pincék. Itt jött be a fény. Itt volt egy lépcső, aha. Lehet, hogy lépcső volt is, de... Ott vannak a lépcsőfokok. Igazad van, akkor ez lehet, hogy nem is. Hát le van szakadva, ugye, mert már nincs meg végig. Valóban igaza van Lászlónak, nem teljesen beszakadt a dolog, hanem inkább csak, hogy félig meddig. Megnézzük még itt ezt a részt is. Csontváz épület, tehát kapunk néha kritikát, hogy mert mindig csontváz épület. A gyerekek, ezek történelem részei, tehát ha csontváz, ha nem csontváz. Van, aki itt dolgozott, vagy esetleg itt lakott, vagy ott lakott egy ilyen csontváz épületben, ezért is mutatjuk meg ezeket is. Egyértelműen nem olyan érdekes, mint ami tele van, de hát ez van. Várjuk, igen. Ez a szárnya, ez ilyen régebbi, mint a szemben lévő, vagy legalábbis nekem régebbinek tűnik. Viszont a fölém az beton. Az beton. Van még itt épület? Elfelejtettem egy légfogasba, ezt nem tudom, hogy hova. Mert ugye ezt megnéztük, amire azt hittük, hogy ez egy különálló. Mi nem különálló, hanem inkább ilyen nagy. Ott mi? Igen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy kivégeztük ezt is, megnéztük. Ott már a szőlők vannak, látjátok, ott felfele végig. Nem tudom, mennyire látszik ott már. Ezek pedig ilyen tényleg úgymond már említésre sem méltó épületmaradványok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy végeztünk itt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ismételten is megnéztétek ezt a érdekes videót, amiben tényleg egy páratlan pincében mentünk le. Ilyet még nem láttunk, főleg ilyen nagyot nem, boros pincében.